Bor környékén a legkorábbi ténylegesen ismert eszközök, tárgyak az újkőkorból származnak. Mól és Csókakő térségében ezen időszakra tehető az első falvak megjelenése. A Mórjárkon átvezető közlekedési útvonalnak a rómaiak korában nagy jelentősége volt. A történelmi leletek szerint Mór és térsége lakott hely volt a magyar államalapítás korai időszakában. A Veszprémi püspökség 1246. évi jegyzőkönyve említést tesz a város régi templomáról, amelyet első István király építetett. A település először királyi, majd 1080-tól körülbelül 250 évig püspöki birtok volt. Károly Róbert 1327-ben Csókakő várához, mint királyi birtokhoz csatolta. 1430-ban először a Rozgonyiaké volt, majd a Mohácsi csatavesztés után birtokosa Kanizsai László lett. Szulajmán szultán 1543-ban Esztergom elfoglalása után bevette Mórt és Csókakőt is, és csak 1688-ban szűnt meg a 145 évig tartó török uralom, amely a magyar lakosságot komolyan megtizedelte. Az osztrák császár 1691-ben eladta Mórt Hochburg János udvari tanácsosnak, akinek halála után fia János Domonkos kezdte meg a németek betelepítését a kapucinus rend behozatalával. A kapucinus templom és zárda építése 1695-ben kezdődött, 1701-ben szentelte fel a Veszprémi püspökség. Az 1711-es évben új külhoni jövevények egész sora érkezett, akik meghonosították a Vértes oldalában a szőlőkultúrát. A földesurak 1758-ban kérték a királynőtől Mór mezővárossá nyilvánítását. Mária Terézia kiváltságlevele kimondta, a jövőben Mór község ne csak a mezőváros névnek örvendjen, hanem évi négy vásárt is megtarthat. 1755-ben gróf Lamberg Ferenc Antal lett Mór első embere. A gróf 1762-ben költséges kastély építkezésbe kezdett, amely 1766-ban fejeződött be. Lamberg Ferenc Fellner Jakabot bízta meg a tervezéssel, így a magyar barokk kastélyépítészet kiváló alkotása született meg Móron. 1848 végén a szabadságharc fontos eseménye volt a Móri csata, amelyben Perczel Mór hadteste és Windisch Grész hadserege ütközött meg, a magyarok a csatát elvesztették. A 19. század második felében kialakult a Móri borvidék mai képe, és a település virágzásnak indult. Az első világháború első éveiben a virágzást újra hanyatlás követte, mivel az elért eredményeket a vesztes háború újra semmivé tette. Javulás csak 1937-38-ban kezdődött, de ezt megszakította az újabb háború, melyet a németek kitelepítése követett, ami máig ható nyomot hagyott a lakosság nemzetiségi részében. Mór ma Fejér megye egyik legerőteljesebben fejlődő települése, a Móri kistérség kulturális és gazdasági központja. Lakóinak tervei között előkelő helyen szerepel, hogy a város ne csak a tavaszi és őszi nagy rendezvényekhez kapcsolódóan, hanem folyamatosan borturisztikai központ és célpont legyen az ide látogatók számára.